A Hét Színvirág óvoda óvodásai dalokkal és ajándékokkal, az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola és óvoda gyermekei pedig csengőjátékkal és szintén az általuk készített karácsonyi ajándékokkal lepték meg Sátoraljaújhely város vezetőit az ünnepek közelettével. Rajzokat minden osztály, mézes kolácsot és még... És miért jöttetek ide polgármester úrékhoz a mai napon? Hogy a karácsony jön, és meglepjük őket. A Keresztény Oktatási Intézmény ezzel a kedves gesztussal szerette volna megköszönni azt a segítséget és támogatást, melyet az év folyamán kapott a város önkormányzatától. Az iskolánk munkáját egész éven a városvezetése nagy mértékben segíti, ezért a gyerekek rajzokat készítettek, amelyen betlehemi képeket ábrázoltak, illetve mézes kalácsot, és így szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amit kapunk mindig tőlük, illetve a város több intézményében el fogunk látogatni. Az óvodások meglepetése kapcsán a város polgármestere arról beszélt, hogy nincs is szebb annál, ha a kicsi gyerekek készülnek énekekkel, jó kívánságokkal, és átadják az óvónők segítségével, de általuk készített ajándékokat. Ez kézzel fogható közelségbe hozza a karácsonyt, tette hozzá a település vezető. Ez nekik is már talán az ünnepnek a kezdetét jelenti. Mindenképpen jól esik mindnyájunknak, jegyzőasszonynak, a polgármester úrnak, nekem, hogy ilyen és évek óta meglévő programnak lehetünk a részesei, mert csak néhány perc, de egy egész napra, sőt talán több napra is kellő szellemi és lelki töltetet ad. Köszönjük az óvónőknek, köszönjük azt, hogy fölkészítették őket, elhozták őket, mert ez a figyelmesség igazából, bár mi kapjuk, de ez nem nekünk, hanem az egész városnak szól. Minden gyereket nem lehet elvinni mindenkihez, a televízión keresztül viszont mindenki láthatta őket, és így mindenki részese lehetett ennek a párperces fantasztikus hangulatnak. A település vezetők karácsonyi jó kívánságokkal köszönték meg a gyerekek figyelmességét.